Az NB1 A csoportjának tavalyi ezüstérmese 3 győzelem és 1 vereséggel a háta mögött érkezett Nyíregyházára, míg a kék cápák nyeretlenül várták a bajnokság 5. fordulóját. Az első negyed végén a Szolnok 1 pontos előnyével vonulhattak rövid pihenőre a játékosok. A nagyszünetig aztán tovább növelték előnyüket a vendégek, 39-44 állt az eredményjelzőn. A fordulás után a nyíregyháziak 2 pontra felkapaszkodtak, az utolsó negyedben azonban a Szolnok kihasznált az ittszereit, így a cápáknak egyelőre tovább tart a nyeretlenségük az első osztályban. Sajnos ezen a mérkőzésen nem nyújtottunk olyan dobó teljesítményt, amivel meg tudtuk volna nyerni. Sok 3 pontosunk kimaradt, büntetőt is sokat kihagytunk, illetve hát előjött a problémánk, hogy támadó lepattanózás és pálánk alatti kosarak. Nyilván én a csapatomtól nem tudok többet kérni, hiszen mindent megcsinálnak, de nyilván akkor olyan fizikai fölény van palánk alatt, mint jelen esetben a Szolnoknál, akik az egyik legdominánsabb palánk alatti csapat a bajnokságban, azzal nehéz mit kezdeni. Gratulálok a Szolnoknak, és sok sikert kívánok nekik a nemzetközi kupában. A vendégek vezetőedzője a győzelem fontosságát emelte ki, ugyanakkor elmondta, a játék egyes elemeiben többet vár csapatától. First of all, you know that today is important that we won the game. A legfontosabb a győzelem, és a Nyíregyháza ma megmutatta, hogy egy sokra hivatott csapat. Mi azonban nem lehetünk teljesen elégedettek. A mérkőzés után azt mondtam a játékosoknak az öltözőben, hogy ha igazán jó csapat szeretnénk lenni, akkor ezeken a meccseken többet kell nyújtanunk, és sokkal jobban kell fókuszálnunk. Ezt persze most el kell felejtenünk, és dolgoznunk kell, hogy sikeresek legyünk a Eurocupban. A mérkőzésen 20 pontot szerző CJ Bryce szerint egyre közelebb a hőn áhított győzelem, a hozzáállásra pedig nem lehet panasz. Nagyot küzdöttünk ma, és egyértelműen látszik az, hogy mind egyénileg, mind csapat szinten folyamatosan fejlődünk. Nehéz dolgunk volt, hiszen egy kiváló csapat ellen kellett helytállnunk, de ha így folytatjuk, akkor rövidesen sikerül megszereznünk az első győzelmet. Az 5. forduló további eredményei a következők. Pécs Albafehérvár 103-99, Debrecen Sopron 79-72, Kaposvár Paks 74-90, Kecskemét Oroszlány 74-72, Zalaegerszeg Szeged 73-85 és Körmend Szombathely 78-86. A tabellát 5 győzelemmel a Szombathely vezeti, az 1-1 vereséggel álló Szolnok és Debrecen előtt. Az utolsó helyen álló kék cápák szerdán éppen a listavezető Szombathely vendégeként lépnek pályára.